vendégek, illő tisztelettel egy kis figyelmet kérek. Kedves hölgyeim és uraim, kedves patajak, tisztelt nyugdíjasok! Dunapataj Nagyközség képviselőtestülete és a magam nevében őszinte szívvel és szeretettel köszöntöm Önöket a mai nyugdíjas találkozó alkalmával. Nagy megtiszteltetés, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat, szívesen töltik velünk a mai napot, így együtt ünnepelhetjük közös sikereinket, Önök sikereit és a település sikereit. Önök, akik ma nyugdíjas korban vannak, hosszú, nehéz, küzdelmes életet tudhatnak maguk mögött. Az eltelt 65 év, vagy 6,5 évtized nem volt gyerekjáték. Az ország politikai, gazdasági döntései nem mindig kímélték az embereket, családokat, főleg az egyszerű vidéki családokat. A megpróbáltatásaikért, a tenni akarásukért és a munkájukért hálával és köszönettel tartozunk. Mit is tehetnénk ma, ha nem azt, hogy egy baráti jó szóval, egy kézfogással, egy öleléssel és egy szerény ünnepséggel köszönjük meg Önöknek az évtizedes áldozatos éveiket, amit munkában töltöttek, és azt a munkásságot, amivel a családjuknak a javát szolgálták, és azt a munkásságot, amivel Dunapata és a szelidi falu munkásságát szolgálták és építették. Köszönjük a példamutatást, köszönjük azokat az emberi értékeket, amelyeket Önök adtak saját családjuknak, és adtak Dunapatajnak. Reméljük, hogy ebben az értékekben még sokáig részünk lesz, hiszen Önök itt lesznek velünk. Higgyék el, hogy Önök nélkül kevesebbek volnánk, és Önök nélkül kevesebb lenne Dunapataj. Engedjék meg, hogy a következő egy óra hosszában, pedig amit szeretettel készítettünk műsor, azt fogadják, és éljék velünk meg Dunapatajt, éljék meg saját családjukat, és ezt követően pedig fogyasszák el velünk a finom vacsorát, és egy kicsit szórakozzanak, kapcsolódjanak ki ebben a rohanó, szürke hétköznapokkal teli, talán kiszámíthatatlan világban. Elsőnek egy verset fognak hallani Dunapatai általános iskolás tanulótól, fogadják nagy szeretettel Császár Kalomát. Mi az, hogy becsület? Hogyha az van neked, jár érte tisztelet? Milyen lesz apu az igaz szerelem? És ha majd elmúlik, akkor az fáj nekem? Vannak-e apu ma is istenek? Hisz nekem még bennük, most is az emberek. Van-e tényleg élet a halál után? És ha ezt kérdezem, miért nézem után? És ha majd felnövök, nekem is lesz sorsom? Mert most a tanulás az a legfőbb gondom. Miért lesznek rosszak akkor az emberek? Hogy lehet, hogy vannak éhező gyerekek? Ha a munkádért mindig megkapod a béret, a hónap végén akkor miért nincsen pénzed? Ha rám nézel, látom, fátyolos a szemed, hogyha én nem lennék, könnyebb volna neked? Hogyha öreg leszek, nekem is lesz szabom, és az unokákat én is elronthatom. A szomszéd néniből mikorra lesz banya? Hogy lesz ez országból, mocskos zsiváson? Sok mindent nem tudok, de egyet elhiheted. Megmutattad nekem, milyen a szeretet. Ne búsulj, apa, nem számít a pénzed, mert jó, hogy velem vagy, én így szeretlek. Kedves hölgyeim és uraim, minden ember életében úgy hiszem,
hogy vannak nagyon fontos dolgok, de talán egyben minden itt ülő közös, a legfontosabb a család. A családon belül a gyermekek, majd az unokák. Most is egy unokát hallottunk, és a következőekben is egy unokát szeretnénk hallgatni, Taba Ádámot, aki szintén a Dunapatai Általános Iskola 6. osztályos tanulója. Ő unokaként szeretné köszönteni Önöket. Kedves édeskorúak, szépkorúak, tisztelt jelenlévők! Az emberi életet legszebben egy fa szimbolizálja. Először egy magont, csepeletbe csemetet, vagy csodálvesző termetet. Tele lesz zöld levelekkel, ügyekkel, virágba borul, termésből, aztán lehullatja sándorló leveleit, majd téli átutalszik. A különböző társadalmak és elkerekorok más és más módon bánnak és embertársaival. A hozzáállásokat, az életkörülményeit és a megörökölt hagyományok is nagyon befolyásolták. Afrikában például az idős hottentottákat nagy tisztelt nevezte, mivel értékes tanácsokkal látták el a törzs élelmezésében résztvevő fiatalokat. Bali szigetén a legöregebbek voltak a törzs, legmagasabb rangú tagjai, a közösség feltétel nélkül engedelmeskedett neki. Minden országnak, minden nemzedéknek nekünk is nagy szükségünk van az idősek tapasztalatára és bölcsességére, amely alapján a tisztelet is kijelenik. Kérem, hallgassák meg Benedek Erek tanulságos mesélyét. Egyszer volt egy fösvény fiatalember, és annak a fösvény fiatalembernek volt egy fösvény felesége. És volt nekik egy öreg-öreg apjú. Ez az öreg-öreg apjú olyan öreg volt, hogy úgy reszkedett a keze, hogy amikor a levest tette, amíg a kanállal a tányért a szájához vitte, mind kireszkedett a kezéből, és az agaszt is felelődözte vele. Mikor a tányérból ki akart tölteni a kanállba a levest, a tányért is elejtette, sertől. Ezért úgy megtanulott a fiatalasszony az apósára, hogy nagyon rávérde a férjét, közelébe csapják el a háztól. Erre szép fiatal, hogy ne csináljon annyi szeretet nálunk. Fiatalember rá kellett szállni magát, mert az asszony annyi kívül zsolt és megfajolódott a karakterelőt. Elmentek a vásárba és vettek két pokrócot. Elhatározták, hogy a két pokrócot az öregnek a hátára teszik, és így mindig kertülálták. Akárhol eleste eddig, az egyik pokrócot leteríti, és a másikkal takarózik, s úgy gyalogat. Mikor hazajöttek, hát sem a fiatal, sem az asszony nem tudta rá menni magát, hogy a fiatalokra keresztre. Volt neki egy olyan eszmondós formatívuk, és azt mondta neki az apja. Fiam, itt van ez a két pokróc, ügyesen össze vannak fogva. Mi elmegyünk a mezőre dolgozni, mikor te gondolatban már kimondjuk a mezőn, és a pokrócot tedd el a nagyobbának a hátára, fogd meg a kezét, és mutasd meg utcára. Mondd meg neki, hogy le is úgy, fel is úgy, menj el világgá, többet hozzám ne jöjjön vissza. Így is lett a gyerek. Mikor az apjáik elmentek a hívból, akkor gondolja egyre, és csak az egyik pokrócot vett el. Azt ráfejítette a nagyapjának a vállára, kinyitott az utcára, és azt mondta neki. Fiatal maga, menj el, akár el, és akár fel, de többet ide nálunk, haza ne jöjjön, mert magának nincs helye. Az öreg sírta kicsit, és a pokrócjára indult felé. Este hazajött az ember is a rosszul a mezőről, és látják, hogy a pokrócos volt. Néztek szerte, az öreg a nincsit. Előszólítják a fiúkból. Mi van a nagyapádra? Hát úgy tettem, ahogy maga mondták. Hol? Rátettem a pokrócot a hátára, és nem mutattam neki az utat, hogy menjen világra, többet ne jöjjön haza, mert nincs rá szükségük. Hát akkor ez a pokrócon itt van. Mi ezt miért nem tette ezt is rá? Akkor egy kicsit állott a fiú, és azt mondja. Tudja, miért nem tettem, édesapám? Eszembe jutott, amikor a maga is úgy öreg szent, mint a van, s utat kell adjak maguknak, akkor ne kelljen, hogy vegyek pokrócot. Ebben a pokrócsal maga is menne el. És amikor összenézett az ember az asszonyjal, elszállítja magukat, és sírni kezdtek. Hamar kezdte az ember a rovat az istállóból, rájúl, a 9. falon még úton érte az öreget. Bocsánatot kért tőle, felültette a rovat, és úgy vezette kötőfékre a rovat, amíg hazaértek. Hogy hazaértek, mindig az asztalhoz ültették, és a gyereket is úgy tanították, úgy nevelték, hogy tisztelje az öreget. Többé nem bántál, hogy felkérdöttem, miért úgy gondolta vele, hogy mennyi lesz, jó szemmel nézték az öreget, tisztességes öreget, és máig is élnek, hogy nem haltak. Albert Schweitzer, tenyipásztor, orvos, tudós és teológus gyönyörűen ír az idős korról. Az igazi nagysága látszósra lesz az arcot, még kialszik benne a lelkesedés, akkor lehetne látszósodik. Az ember akár 16 éves, akár 60,
csodálat szemezi és elámul a csillagok fölötti valóságban, a gondolatok és a dolgok szépségét. Nem fél a kockázattól, egy gyermek kíváncsisággal várjon, hogy lesz valami. Mindannyiájukat köszönjük a példamutatást, az életbölcsességet, tapasztalataikat, melyeket átadnak és átadtak. Kívánom önöknek, hogy a családtagjaik szeretete aranyozza be hétköznapjainkat és ünnepeinket. Kívánom, hogy élvezzék életük minden egyes napját, és minden egyes pillanatát, és minden egyes napját érezzék a társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, és vannak dolgok, amit csak köszönjük Szabba Attilának a gondolatait, és mint az előbb is fogalmaztunk, hogy a legfontosabb a család életében a gyerekek, unokák, most az iskolásokkal egyen kisebbek jönnek az óvodások. Nem csak önöknek fontos, higgyék el, hogy egy családban gyermek legyen, vagy unoka, hanem nekünk települési vezetőknek is, hiszen akkor hívhatjuk meg önöket nagyon sokáig találkozólag, hogyha ez a falu fennmarad, ez a falu él és működik. Ehhez szeretnénk mi mindent megadni, hogy az itt élő családok, az ide költöző családoknak a gyerekek terén mindenük meglegyen. Így építettünk egy modern bölcsödét, hogy a legkisebbeket is már tudjuk fogadni, és a szülőknek ezzel is tudjunk segíteni. A legkisebbek után van a Szivárvány óvodánk, amely egy 100 fős óvoda, a térség egyik legmeghatározó óvodája. Most a Szivárvány óvoda kis néptánc csoportjának műsorát fogadják szeretettel, Tanti Nép Nagy Erzsike vezetésével. Zöldben, sétál egy vadárba, kék arány.
Van nekem a legszebbik lilliendálom. Legszebbik lilliendálomat nem adhatom bős fákot nélkül. Meg lesz, meg lesz. Az a piros szemetét eled édes lányom. Viszont állíthatjuk, hogy igen, hiszen az ünnepi köszöntő adja meg a savát és a borsát, hiszen önöket meghívjuk tisztelettel, így tisztelettel adózni kell az a munkásság és a megjelenés előtt. Így most következik az ünnepi beszéd, amelyet én sajnos nem nyertem meg, hogy elmondhassam, hiszen újra győztek a nők. Így fölkérem Tóthné Csányi Helga képviselő asszonyt, hogy tartsa meg ünnepi beszédet. Összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú munkával eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Önök már mind nyugdíjasok. Nem azért kelnek fel korán reggel, hogy a munkahelyre igyekezzenek. Nem nehezül a vállukra a munkahelyi felelősség terhe. Elvileg nyugodtan élhetnek, kedvtelésedhetnek. Elvileg, mondom, mert én nemigen találok olyan nyugdíjas, akinek nincs dolga vagy gondja.
Van, aki a pénz a nyugdíj beosztásával küzdik, van, aki a betegséggel, van, aki nem győz a gyerekeink, unokáink segíteni, ennek ellenére úgy érzi, hogy a család terhére van. Van, akit az egyedüllét gyötör, és sorolhatnám. Pedig az öregkornak számtalan erénye van. Raymond ezt mondta. Az életkor egyik legfontosabb erénye a higgadság, amely türelmesebbé tesz másokkal és önmagunkkal szemben. Kevesebb indulattal viseltetünk a szokatlan jelenségek iránt, és több tárgyilagossággal ítélünk. Más megközelítésben hasonlíthatjuk az emberi életet a négy évszakhoz, de talán legszebben egy fa szimbolizálja sorsunkat. Először még kis magonc, cseperedve csemete, majd sudár lesz a termete. Tele zöld levelekkel, rügyekkel, virágba borul, termést hoz, aztán legullatja a sárgoló leveleit, majd téli álmot alszik. Önök most hol is tartanak? A levélhullajtásnál, ami ősszel történik. Ősszel még bőven simogat minket a napsugár. Ebben az időszakban van a betakarítás is. Az önök élete is erről szólt. Nehézségek közepette felnevették, majd útjára bocsájtották gyermekeiket. Most pedig unokáik életét egyengetik türelemmel és alázattal. De ahogyan az ősz is lehet borús, bánatos, szomorú, az önök életében is vannak nehézségek. Már nem tudnak olyan könnyedén és gyorsan mozogni, hol itt fáj, hol ott fáj. Sokat kell költeni a gyógyszerekre is, de a szívük az nem öregszik. Megvívták már az élet nagy merész csatáit. A lelkében dúló viharok lassan lecsendesültek. Lehet, hogy fiatalon az élet becsét nem érezvén, sokszor pazarban bántak lehetőségeikkel, de az élet adta tapasztalatok idővel bölcsességé nem esettek. Ma már tudják, mindennek rendelt ideje, s helye van az év alatt minden akaratnak. Az időskorúak tapasztalatát át kellene venni, mert ők tudják, mi a jó, amit továbbadhatnak, és ismerik a rosszat is, amit el kell kerülni a következő generációknak. A bölcsesség az önök szívében van. Ha tehetik, mondják el unokáiknak, dédunokáiknak, tanítsák, neveljék őket, mert ezek a jó tanácsok érnek majd hasznos tettekké. Jó lenne, ha az év minden napján ugyanilyen figyelem és szeretet övezni a szépkorúakat. Későn ébredünk rá, hogy eljön a nap, az óra, a perc. Tehát maradjanak mindig a figyelem középpontjában, és mosolyogjanak. Ne szégyeljék a ráncaikat. Hiszen a ránc az a hely, ahol a mosoly lakozik. A mosolygos arcú idősektől pedig a mi napjaink is szebbek lesznek. Mi fiatalabbak mit köszönünk meg ma az időseknek? Mindenek előtt a szülői létünket. Azt, hogy életet adtak nekünk, hogy felneveltek minket, hogy tanítottak és tanítattak minket, hogy jó példát mutattak nekünk. Szüleink nélkül nem is lennénk a világon, és nem lennénk azok, akik vagyunk. Külön köszönet azoknak az embereknek, akik ezeket a szülői feladatokat példamutatóan teljesítették. Én magam is elmondhatom, hogy ilyen szülő gyermeke vagyok, és ezért büszke vagyok rájuk, és hálás vagyok nekik. Megköszönjük továbbá az idősebbeknek azt, hogy megteremtették nekünk azt a világot, amiben mi most élünk. Egy világot, amely sok szempontból könnyebb, kényelmesebb, színesebb, és gazdagabb annál, amilyen az önöké vagy az önök szüleié volt. Őszinte szívvel kívánom, hogy az önök felé fordulás, a szeretet, a figyelem ne csupán ezen az egy napon adassék meg. A szeretet nem anyagi lehetőség függvénye, ahogyan a törődés, az odafigyelés sem. Kívánom, hogy minden napjukat aranyozza be valami, amire szívesen gondolnak vissza. Kívánok szerető gyermekeket,
vidám unokákat, egészséges napokat, törődést mindannyiunknak. E gondolatokkal kívánok Önöknek nagyon jó egészséget és hosszú boldog életet. Most már visszajött a mikrofonba az elő, úgyhogy benne is szorult valami, hogy következik egy saját számomat, hogy kívánok Önöknek előadni. De előtt azért szeretném mondani, hogy ugye az elő, a jó kedv, a vidámság, a szórakozás az ember lételeme. Hiszen így tudjuk a szürke hétköznapokat legyőzni, hogy valamikor egy kicsit kikapcsolódunk, szórakozunk. Ezért ma szerződtettünk két fiatal művészt, ők a legfiatalabbak közöttük, hogy próbálják meg az öregeket, idősebbeket, akik jelen vannak, mindenkit fölvidítani, és a következő 45 percbe szórakoztatni. Fogadják szeretettel Heller Tamást és Belegi Pétert. Ne bosszom, hogy inkább neves, elhangzik majd sokkóig. Érezd magad jól és bulas, most ezen is kavar. Hadd halljunk, ne segíteni! Hangosabban, kezeket, gyerünk! De jó esély, ha rossz a kedved, nem segíthet semmi más, főleg miatt. Te a nevetés, azt mondják, gyógyító terápia. Itt az idő, most vagy soha, klasszikus divízem én. Kezdjük el, és bulass egy jó, most ezzel is kavarét. Bulass egy jó! Hát kezdjük el, és bulass egy jó, most te kavarét! Köszönjük szépen, de mielőtt tovább mennénk, megkérném a kedves fiúkat, gyertek egy kicsit segítsetek hangügyben, mert azért ez nem egészen stimmel. Petikén, a tiéd szól. Szól. Jó, akkor most annyit tegyetek, viszont, hogy vegyétek le róla. Minden megveszik, jó? Ide a, ebbe, ha egy kicsit tudnám még többet adni. Kontrollba. Kontrolle jön ő, igen. Igen, mert erre nem volt időnk, hogy aha, ez az, hogy beálljunk egy kicsit. Azt hiszem, ennyi rendben is van. Köszönjük szépen. Köszönjük. Rendben. Hát akkor Peti Dominkám édes. Igen. Mielőtt tovább mennénk, felnyitnék neked egy találós kérdést. Igen, ahogy szoktad. Két színész áll a színpadon. Az egyik okos, a másik egy kicsit hülye. Ha kimegyek a színpadról, szerinted ki marad itt? Hát az okos. Nem, a hülye. Akkor nem jó szemben. Na, mindig így szoktunk megbeszélni, de természetesen sok-sok szeretettel köszöntöm Önöket. Most már minden helyre áll. Nagy-nagy szeretettel, tényleg nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket, hiszen nem először járunk itt a világot jelentő deskákon, sőt, már ott a sportpályán is lépünk föl, jól néhányszor. Hát, hölgyeim és uraim, a múlt évi
hölgyekkel, urakkal, akikkel akkor találkoztunk, azok most nem jöttek el. Most egy egész más generáció van itt, ugye, ha jól tudom, 64-től 68-ig. Jól mondom? Persze, jó, hagyj halljam, hát egy kicsit engedjem el magukat. Így van, persze. Na most akkor ez azt jelenti, hogy mi itt a színpadon, Péterre, mi vagyunk az idősebbek, higgyék el. Én vagyok 72, Péter barátom meg már 73 elmúlt, és általában így szoktunk megbeszélni, csinál egy ilyen hülye vicc kimenetet, nem igaz, mindig így van megbeszélve, hogy én szoktam indítani a műsort, mert én vagyok a fiatalom. De mondom, hogy ebben nem szoktam ügyet csinálni, meg gondolom, hogy mit vág fel erre az egy évre, amivel ő idősebb, ugye? De ez látszik is rajta, ugye? Na, a lényeg, hogy persze, amikor ide megérkeztünk, és hát már mondom, nem először járunk itt, hát örömmel fogadtak itt bennünket, és jó leső érzés volt, hogy azért megismerik az ember, bár az egészet nem kell komolyan venni, ezt higgyék el. Erre én már 10 évvel ezelőtt rájöttem, hogy az ismertséget azért azt nem kell komolyan venni. Egy olyan 15 évvel ezelőtt mentem a 6-os villamoson be a színházba játszani, és ugye a Margit híd környékén velem szemben egy jóval idősebb úr ült, és én észrevettem, hogy hát kiszúrt magának, és akkor így odahajolt hozzám egészen közel, és azt mondta nekem, hogy ha megmondja a nevét, megmondom kicsoda. Mondtam, az könnyű lesz. És hát akkor alig láttam, hogy leszálljak a villamoson, mert olyan zavarba kerültem, és mentem be a színházba, és jött velem szembe Verebes István kollégám. Mondom, de olyan helyzetbe kerültem, képzeld el, és akkor elmeséltem neki a történetet. Azt mondja, az semmi. Képzeld velem a következő történet, és mondom, 15-20 évvel ezelőtt majdnem történt az eset. Azt mondja, én mentem be vásárolni ott a sarkon valamit, a boltba, de kiszúrtam, hogy engem is észrevett valaki. Nem szólt hozzám, megvártam, így levásárolom a dolgokat, megvártam, így kijövök, és odajött hozzám, és azt mondta, hogy Verebes úr, szoktam ám nézni a Heti Hetest? Én nem mondtam neki, hát ez a 10 éve nem vagyok benne, az hát azért. Mondom, Pista, és akkor erre te mit válaszoltál? Szóval semmi, meg sem is ültem. Pedig higgyék el ránk, azt mondják, hogy egy színésznek minden helyzetben fel kell találnia magát. Hát ez nálunk még nem volt ment igazából jól, pedig így van. És az is igaz, hogy lehet, hogy a fiatalabbaknak ez jobban megy. Ezt mindig el szoktam mondani. Amerikában játszódik a történet, egy fiatal srác elszegődött New Yorkba egy áruházba eladónak. Első napját töltötte ott, járkál le föl, megjött az első vevő. Azt mondja, jó napot kívánok, szeretnék venni egy fél dinnyét. Én azt mondja a gyerek, azt mondja, hát én nem tudom, én most vagyok itt először ezen a mai napon, nem tudom, hogy itt lehet-e fél dinnyét vásárolni, meg kell kérdezzem a főnökömet. Azt mondja, na, ha menjen ott, azt kérdezze meg. A gyerek elmegy, oda megy a főnök, az azt mondja, főnök, van itt egy faszkalap, aki vende egy fél dinnyét, és hogy ezt kimondta, hogy jó darab, és ott áll mellette a vevő, azt mondja, ez az úr meg megvenni a másik felét. Azt mondja, nincs minden. Azt mondja neki, a főnök, na hát adja el, eladja a dinnyét, oda megy hozzá a főnök, azt mondja, látom, nagy bajba volt, de ügyesen kivágta magát. Honnan jött maga a fiatalember? Azt mondja, Minnesotából. Szóval Minnesotából, ide New Yorkba. És miért jöttem Minnesotából? Ah, mert abban a városban csak kurvák vannak, meg jéghokisok. Azt mondja, ki csodák? Szóval kurvák, meg jéghokisok. Azt mondja, igen? Ha tudni akar, hogy az én feleségem is Minnesotából jön. Szóval igen? És melyik csapatban játszott a nagyságos az, hogy? Igen, ő találja magát valakinek, szokták. Visszatérve a korunkra, hát ez nem kor, az önöké persze, de mondom azt is, akár egy 85 éves, az se kor még, mert hallottam, hogy a 85 éves Józsi bácsi, ha már így a korokról beszélünk, eszembe jutott, elment az orvosához, azt mondja, doktor úr, szeretnék még egy gyereket nemzeni. Szóval mit akar Józsi bácsi? Szóval még egy gyereket nemzeni. Hát hány éves? Szóval 85. Na, semmi jó, nem vagyok az elrontója. Tudja, mit Józsi bácsi? Itt van ez a kis üvegcső, vigye haza. És amikor úgy érzi, hogy úgy érzi, akkor hozza vissza, és abból az anyagból majd mi meg tudjuk állapítani, hogy lehet-e még gyereke, vagy nem lehet. Na, Józsi bácsi, elmegy,
két hónapban jön vissza, és átadja az orvosnak az üres üvegcsőt. Szóval mi van, Józsi bácsi? Hát nem sikerült? Jaj, doktor úr, megpróbáltam, előbb a bal kezemmel. De hát tetszik tudni, el volt törve a könyököm. Fájt. Akkor megpróbáltam a jobb kezemmel, de hát 85 éves vagyok, elfáradtam. Mondtam az asszony, hogy gyere anyu, próbáld meg te. Az is megpróbált, de mondom, mielőtt megpróbálod tedd a fogsorodat? Megpróbáltam. Az is, a kézzel, jobb, nem ment neki. Na mondom, akkor hívd át a szomszédból a Rózsit. Az is átjött a szomszéd Rózsi, megpróbálta. Bal kézzel, jobb kézzel, térde közé vette. Te jó Isten, Józsi bácsi. Maga a szomszéd asszonyt is áthívta. Hát én át. Ő se tudta kinyitni az üveget. Hát akkor hölgyeim és uraim, én bevallom önöknek, és ezt is mindig el szoktam mondani, hogy mi az öregségnek a jele. Higgyék el, én jól tudom. Egy 60, egy 70, meg egy 80 éves, erről beszél, hogy mi az öregségnek a jele. Azt mondja, 60 éves, az öregségnek az a jele, amikor már itt fáj, ott fáj, ott fáj, mindenütt fáj. Azt mondja, 70, de és az öregségnek az a jele, amikor az ember elromlik a lift, azt nem tudok levenni, egy lépcsőt sem lépni, hogy elmenjek bevásárolni. Na most megszólalt a 80 éves. Sehol nem vagytok, sehol. Én reggel fölkeltem, belágtam egy felest. Délben megettem az ebédemet, utána elszívtam egy szivar, megittam egy pohár vörösbort, utána megittam a kávémat, meg odaszóltam az anyjuknak, gyere anyu, bújjunk az ágyba egy kis egyepegyeire. Mire azt mondta az azt, hogy meg vagy őrülve, tata? Hát egy órával ezelőtt volt egyepegye. Na látjátok, a memória az. Hogy én bizonyítsam, hogy 72 évesen talán nem vagyok öreg, én ilyenkor mindig elő szoktam venni a családfámat, és azt nyújtam át a kedves közösséget, de mielőtt félreértenek, elmagyarázom. Megpróbálták önök már fejben vagy papíron családfájukat visszavezetni? Nem? Én megpróbáltam. Borzasztó dolgok sültek ki. Hát ha jól ülnek, vagy állnak, lehet követni. Kövessenek. Én most önöknek egy vidám történetet, ilyen dolog senkivel, csak én velem történhetett. Fiatalon megnősültem, az ember mit tehetett? Még 16 évesre voltam, már kislányom született. A nagyapám összmegyekben feleséget keresett. Azt mondta, hogy olyat veszel, akit nagyon szeretett. Öregem, nem védetben felemelte a fejét, s képzeljék, a nagyapám megkérte a lányom kezét. A kérése meg se várták, hogy mi lesz a felelet, mert mire már észrevettem, lányom felesége lett. Így aztán a kislányom lett, én nekem a nagyanyám, és mivel a férje lett, hát fejem lett a nagyapám. Hogy ennek az űrsokatnak, én se legyek adósa, fejemnek a nagyapámnak, én lettem az apósa. Mamája lett az apámnak, mennye lett az anyukám. De jó Isten, mi lesz még a családokból ezután? Nagy csoda, hogy az embernek haja marad a fején. Lányom, aki nagyanyám lett, unokája lettem én. Azt hittem, hogy ezzel most már véget is ír az eset. Képzeljék, a kislányomnak egy kislánya született. S mafó, ami eddig voltam, s hogy mi lettem ezután. Családfámon most nőtt ki, csak a lombosság igazán. A leányom kis leányom, vagyis a kis unokám. Egyúttal a nagynéném is, mert az apja nagyapám. Nővére lett az apámnak, sógor nője az anyám. Ha most nem gondolok meg, akkor soha se talál. Unokaöcs lettem, és én mindennek a teteje. Lányomnak tét unokája lett a saját gyereke. Papája a tét nagyapja, mamája a nagyanyám. Nagynéni és sógor nő lett apám napos unokám. Feleségem búskomor lett, és most néztem csak nagyon. Képzeljék el emiatt az asszonyt, akiknél hagyom. Nőtre lettem, ezért hát az etikette felrugom. Megnősülök, itt veszek el egyedül, de nem tudom. Lehet én is úgy keszem majd, mint ahogy a nagyapám. Megvárom, mint hagylán lesz, és elveszem az unokám. Illetve a nagynénémet, illetve a nagyanyám. Anyósom lesz majd a lányom, apósom a nagyapám. Családfámat megkeverem, már előre nevetek. Mi lesz majd, ha feles
feleségem szintén szület gyereket. Sókó leszek, koma leszek, nagybácsi meg apuka. Két unokám, unokája, nem ismer rám anyuka. Nagyapám a feje lánya, ja Istenem szégyülök. Ha ez tovább így megy, akkor tévajtába kerülök. Jaj, mi lett a családok, oda az előm is elhagyok. Nem tudom már magamról se fiú-e vagy lány vagyok. Családfámat megkeverni, ennél jobban nem tudom. Hűsülésig felfüggesztett, tovább nem is folytatom. Aki nekem szóról szóra elmondja mindezeket, annak itt egy büfébe egy üvegpestőt fizetek. Várom a... Hát akkor várom az önként jelentkezőket. Nincsen. Jó, van, akkor majd megisszunk mi ezt a pesgőt. De lehetett értek, tudták mi? Igen? Jó, ez fontos. Mindig kell, ez a legfontosabb, hogy mi itt a színpadonban mondunk valamit, akik ott ülnek, mindent megértsenek. Bár ez az egész életünk elmondható, mennyire fontos, hogy egyik embertárs megértse a másikat, hogy mennyire így van, elismert kis történetem, ezt is mindig el szoktam mondani, egy ilyen gyors beszédű szám után mindig visszahúzom magam. A történet hőse egy olyan úr, aki nem tudott beszélni, tudják, beszédhibás volt, de nem tudok beszélni. Bement a patikába gyógyszert vásárolni. Hát épp a főnök van a pult mögött, fontos, hogy mit kér a vevő. Aztán jó napot kívánok, tessék parancsolni, mit tetszik kérni, mire a beteg? Mi történt, uram? Ne haragudjon! Ki nagy zaj van itt, nem értem tisztán. Ha egy kicsit lassabban mondaná, meg egy picit hangosabban, mit tetszik kérni? Anistás, Anisten intéket! Micsodát, Lenin képet? Hát azt mi nem árulunk, ez patika, uram, ki van írva, hogy gyógyszertár nagybetűt. Na még egyszer. Hangosan és lassabban, mit tetszik kérni? Szóval Anistás, Anisten intéket! Tessék várni, itt van a Gyuri gyerek, ő mosogat, úgy beszél, mi maga, mindjárt szólok neki. Lemegy az orvosorba, az a Gyuri gyerekről, van itt egy páciens, nem értem mit mond, mert úgy beszél, mint te. Azt mondja, igen, örök följön, azt mondja, higgyel, Anita, Anita intéte. Hozom, visszalak, egy percen belül visszajön, odaadja a beteg, elmegy, a főnök meg néz a beteg, azt mondja, te Gyuri, Gyuri. Mi az Isten kérdez, mire Gyuri? Ani, gálok, Ani, remintéte. Isten mosogat, állj meg Gyuri, ne őríts meg. Így az életben nem fogom megtudni, hogy mit kér. És hát gyere oda a szekrényhez, mutasd meg. Oda mennek, kinyitja. Elfogyott. Ez ilyen az. Na, hát hölgyeim és uraim, úgy beszéltük meg a Peti kollégámmal, Beregi Péterrel, hogy inkább majd ő szeretne hosszabban prózázni. Ő azt mondta, hogy inkább énekeljük. Általában olyan szöveget és olyan számokat raktunk össze erre a mai műsorra, ugye, ami nagy részt ő írta, a prózai részt, én meg ugye a zenei részt követtem el, mert hagyj büszkélkedjem azzal, hogy az elmúlt 50 évben sok-sok dalt írtam színésznőknek, színészeknek, kollégáknak, nem kollégáknak, arról nem is beszél, hogy a mikroszkóp színpad, amit volt, 37 kabaréhoz szereztem zenét. Hát én úgy gondoltam, hogy én ezekből válogatok ide ma délutánra. Rögtön a nyitódalunk talán ismerősként Zsengedben még nem úgy szólta, hogy kellett volna. Ez a Dői hátra a karosszénbe, ezt nagyon sokat énekeltük. Vagy mondjam el, hogy sok-sok dalomnak a szövegírója, az a Trunkó Barnabás, aki sok-sok kabaré jelenetnek is a szerzője. Tehát a dalaimnak is nagy részét ő írta, valamit én, valamit ő. Most egy olyat szeretnék el énekelni, aminek nem csak a zenét, a szövegét is, igen, én írtam. Talán még emlékeznek Körményi Jánosra, nem olyan régen, ezen a múlt héten, az elmúlt múlt héten az M3-on, ha nézték a tévéképernyőt, hát elég pont Körményi kabaré hét volt, sok-sok Körményi felvételt adtak le. Nos, az ő műsorára, az ő estjére készültünk sok-sok évvel ezelőtt, és bejött hozzám a drága Jani bácsi az öltözőbe, és azt mondta, ide figyelj, Tomi, itt már hosszú-hosszú ideig fog menni a próza, ide már kéne valami zene, de mondom, hosszú-hosszú próza van, lassan a közönség ki fog vonulni, úgy, mint most. Így
van, mert ha bosszú a próza, akkor ki kell menni, így van. Na, azért de már írjál valami hangulatos zenét, egy olyan jó hangulatos, de olyat írjál, hogy rólunk ne szólj. Hát én mondom neki, hogy figyelj ide, Jani bácsi. Úgyis azt szokták tőlünk kérdezni az újságíró, hogyha vége van a színházi estek, mint rendes férjek, igyekszünk ki haza a család melegéhez. Hát egy fráz. Mi is előbb még mindig átmentünk a színházba, a Szentösti kocsmába. Ott még mindenki előbb megitta a magáét. Volt, aki még a másét is. Aztán, amikor hajnalban hazaértünk, minket is ugyanúgy furkósbottal várt az asszony, mint bármelyik férfi társamat, aki így áll. Na ez adta az ötletet, hogy egy ilyen kis mulatós dalt írjak, amit most szeretnék akkor elénekelni, mert a dal címe is csak annyi, hogy kocsmadal. Ez az! A munkaidő, mert ez a fő, pontosan 10-kor lejár. Fejemen a kocsma, szembe meg egy kocsma, hol minden haverre jár már. Én néhány feles, nem vagyok rá, egyszerűen felhajítom. Ettől boldog leszek, de tudom, hogy mit teszek, egy óra múlva ezt dalolok. Úgy érzem én, itt boldog vagyok, és nem szólnak rám, ha úgy ordítok. A bor és a sör, mint két jó barát, úgy hozzám nőtt az angyalát. Kicsér! Még egy feles, két félvegyes, utána hazamegyek. Otthon vár a nejem, balhízik majd velem, neki esik fejemnek. Az ilyen nő, a fejemre nő, jó kitalak magammal. Ha kiabál majd velem az irányt, ide veszem, azt visszajövök azonnal. Mert úgy érzenék, itt boldog vagyok, és nem szólnak rám, ha úgy ordítok a bor és a sör, mint két jó barát, úgy hozzám nőtt az angyalát. Jaj, anyám, bajba vagyok, hol lakhatok, mutatják az utat a fát. Nem találom a lukat, a kutya pedig ugat, sem negyeme meghallják. Ó, az a szesz, na most mi lesz? Nejem az ajtóban áll, s így szól, részek tisztaja, akkor gyere vissza ma, ha teljesen kiózamodtál, ezt vártam. Úgy érzem én, jövök fiúk, itt boldog vagyok, és nem szólnak rám, ha úgy ordítok a bor és a sör, ere mint két jó barát, úgy hozzám tőt az angyalát, mindenki az én vendégem. Huap, sámsádám, vahani vadam, savaruga, savarani ilyen kovákra meg merem mondani az asszonynak, hogy savapaduga. Bocsánat, uram, megmondaná, hány puf van a fejemen? Mennyi? Három? Köszönöm. Akkor még négy lámpa oszlop, az megint otthon vagyok. Mulatni, ugye, mert ha már iszunk, akkor mulatunk is. Na most, hogy már a mulatást azon szóval, mert azt mondják ránk, hogy a magyarok jól tudnak mulatni, meg szeretünk is magyarok jól mulatni. Na, hogy mondjak valamit? Ez egy nagyon érdekes történet, ezt a múltkor nem mondtam el, amikor itt voltam, most elmondom, meg elénekelem. Szóval, hogyha mondjuk egy sportoló, egy világversenyen sikert arat, mondjuk, uram, hogy csak olimpiai bajnok, ugye, hogy mennyire örülünk? Ugye, milyen jó akkor magyarnak lenni? Így van? Vagy hogyha mondjuk egy magyar film, megnyer egy fesztivál, uram, bocsá, Oscar díjat kap, ugye, milyen jó olyankor magyarnak lenni? Persze, szeretünk magyaroknak lenni. Csak aztán eljön egy olyan pillanat, amikor megkérdezik, de ki a magyar?
Hát melyik, de ez azért nem magyar, mert az azért nem magyar, ez meg azért magyar, mert nem azért magyar, ugye? Hát persze, ne, de nekem rögtön eszembe jutott egy történet, már csak azért is, mert megvárom, amíg visszajön, mert pont poénba vagyok, tessék csak nyugodtan. Üdvözlöm, hellezzem. Sikerült. Egyébként a legjobbra jött vissza, minden mondom, de arról van szó, hogy Orbán Viktor mondotta a magyarok házának az átadását, amikor jött ki a magyar, ő azt mondta, az a magyar, akinek az unokája is magyar. Na, hát így van, az magyar, akinek az unokája is magyar. Nekem rögtön én kabarés ember vagyok, rögtön eszembe jutott egy történet, hogy a Ganz Ábrahám unoka, meg a Weissmann-Fréd unoka, meg Gombácsi unokája szeretne hazatelepedni ide Magyarországra. És ugye kell egy papírért menni, hogy bizonyítsák, hogy ők ugye magyarok. Na elmenek egy bizottság elé, rögtön bemegy először a Weissmann-Fréd unoka, egy percen belül kijön, a papíron ott a pecsét, megkapta. Szóval mit kérdeztek tőle? Azt kérdezték, hogy mi volt itt az én nagyapámnak. Mondtam, hogy volt egy jó menő kis vasgyára, de mi ez ahhoz képest, amit maguk abból csináltak, rögtön megadták. Na, bemegy a Ganz kis unoka, az is benn van, egy perc után kijön, ott a papír, megkapta. Mit kell? Ugyanazt kérdezték, amit tőled, mi volt itt a nagypapának. Mondtam, volt egy kis villamossági üzeme, de mi ez ahhoz képest, amit maguk abból csináltak, megkapta. Na, bemegy a gondgyerek, egy percen belül kijön, kirúgták, nem kapta meg. Szóval tőled mit kérdeztek? Szóval ugyanazt, amit tőletek, hogy mi volt itt a nagyapámnak. Mondtam, volt egy jó menő kuplerája, de mi ez ahhoz képest, amit maguk abból csináltak? De azért, higgyék el, és akkor indulhat a dal, jó magyarnak lenni. Hát egy olyan dal, ami erről szól, Trunkó Barnabás szövegében. Lenni. Jó magyarnak lenni, csak még azt nem tudjuk, hogy kell. Jó magyarnak lenni, de mit kell azért tenni? Hol kell ahhoz lenni, hogy mindenki azt mondhassa, jó magyarnak lenni. Nálam ha egy jó családba, plusz rájön az áfa, tudom akkor, hogy nekem a családba áda. Egy-egy ügyből oldalán jöjjék el felmelésem, féli székely, féli romár, majd talán egészen. Felhúztak a csapátának, le nem vágott illák, lódak rácok, dolgok százok, szalán voltak inkább. Szer vagy lényeg, török tatár, kinek mi volt őse? Kérdezheted a jó Isten, de nem tudja őse. Jó magyarnak lenni, jó magyarnak lenni, csak még azt nem tudjuk, hogy kell. Jó magyarnak lenni, pedig kell azért lenni, hol kell ahhoz lenni, hogy mindenki azt mondhassa, jó magyarnak lenni. Ugye Mászkó Martin néni, Kuruc volt a férje, egy ulános kapitánynak állva tettek érte. Ő kapálti a bőbőbe, gyakran telemászott, a francia tanárnővel nem csak franciázott. Itt születtünk, itt szerettünk, itt ezen a tájon, itt aggódtunk, hogy a gyermek korra sose fájjon. A kétségbe vonják, én nem fogom megazolni, csak azt kérem, hogy soha se kelljen igazolni, hogy jó magyarnak lenni, jó magyarnak lenni, csak még azt nem tudjuk, hogy kell, jó magyarnak lenni, mit kell azért tenni, hol kell ahhoz lenni, hogy mindenki azt mondhassa, jó magyarnak lenni. Na még! Jó magyarnak lenni, jó magyarnak lenni, csak még azt nem tudjuk, hogy kell, jó magyarnak lenni,
kömény kell azért tenni, hol kell ahhoz lenni, hogy mindenki azt mondhassa, hogy jó magyarnak lenni. Ha már itt bejelöltünk a mulatát, akkor ugye mulosunk tovább, nem ilyenünk tovább menni. Hogy mondjam el, itt mindenki előtt, főnökség előtt, hogy nagy szerencsénk van, hogy ma ilyen jó a közönségünk. Mondhattam volna azt is, hogy nagy mázlink van, hogy ilyen jó a közönségünk, de nem mondom. Nem, már csak azért nem mondom, mert a szerencse meg a mázlink között óriási különbség van. Nem tudom, hogy tudták-e. Nem? Jó. Akkor én most ezt levezetem. Lehet segíteni. Majd én kérdezem, és önök válaszolnak. Na, ha mondjuk egy családban születik egy gyerek, az szerencse, így van. Ha a gyermek apja a férj, mázlé. Ez a gyerek fiúnak születik, az szerencse. Ha később is az marad, az már mászlé. Ez a gyerek jól tanul az iskolában, az szerencse. Ha a tanárok ezt is ismerik, az mászlé. Akkor ugye jelentkezik az egyetemre, ha felveszik, a szerencse, ha el is végzi, mászni, elvégzi, akkor keres magának egy jól fizető állást, vagy úgy talál a szerencse, ha meg is kapja a fizetését, az már mászni. Megkapja a fizetését, akkor vesz magának egy szép lakást, a szerencse, ha nem törnek be hozzá, az mászni. Nagyon fontos, ez a gyerek egyszer csak megnő, szerelmes lesz, az? Szerencse. Így van, szerencse. Ha a nő nem megy hozzá, az a mászlé. Ötöse lesz a lotton, az szerencse. Ha rokonok nem kunyarálják el az utolsó fillérig, mászlé nem kunyarálják el. Vesz magának egy jó kis sportkocsit, a szerencse. Ha nem lopják el tőle, mászlé. Nem lopják el, Pesten funikázik ezzel a jó kis sportkocsival. A szerencse, ha van hol leparkolnia, az már mászlé. Magas nyugdíjra számíthat a szerencse. Ha meg is éli a nyugdíjkorhatár, az mászni. Ér 100 évig a szerencse, ugye? Hát persze. Mondjuk magyarnak született az, a szerencse. De ha Amerikában él, az? Én nem mondtam ilyet. Hát én mondtam ilyet. Hogy önök meghallgatták mondjuk a műsornak ezt a részét. Tehát az én műsoromat, ez szerencse. Tényleg. És ha most még egy kicsit tapsolnak is az, dehogy is jól esik, ezt is. Azt a dalomat, ami szintén oly sokszor hangzik, még most is a televízió képernyőjén, hogyha a mikroszkópról adnak felvételeket, de ezt én a kollégámmal, barátommal, Beregi Petivel fogom elénekelni, mert vele is mindig együtt énekeljük ott a tévé kamerák előtt. Gyere, Petikém! Hoppá! Így van, a baj, a dal címe pedig mi ma mulatunk? Hát akkor mulassunk is, ahogy a szöveg mondja. Mi ma mulatunk, szívből mitatunk, együtt tanulunk, hajnalig maradunk. Ha megtetszik az valakinek, hogy mi mulatunk, az kapja be az angol színját, de mi maradunk. Mi ma mi mulatunk, nótákat hozzatunk, és mi százszor elmondjuk, hogy mi ma mulatunk. De vártunk, ha nehénkes se jött be az ötös, de búcsújnak ma se voltál eléggé tökös. Ne szomorkodj, ha alag is eljött be a tény, és elúszott brókerettél az összes betén. Csak kérem a kalapodat, fogsék a botot, hívd a cigány, aki néked zenélni szokott. Mutassad meg, hogy a magyar, hogyan is mulat, húzassad a fületbe az emlulásidat. Félre gondok, félre bánok és félre agok, van nekünk egy varázsszavunk, az, hogy mi ma hú. Mi ma mulatunk, szívből mitatunk, együtt dalolunk, hajnalig maradunk. Ha nem tetszik az valakinek, hogy mi mulatunk, az kapja be az angolcínját, de mi maradunk. Mi ma mi mulatunk, nótákat húzatunk, és még százszor elmondjuk, hogy mi ma mulatunk. De rád, hogy a bankból eltűnt néhány milliárd, húzd, hogy megint esőre áll az anyjelv silád. Mulas este, mulas reggel, mulas délután,
a napi rend előtt és a napi rend után. Ha emlesen nem mulatsz, majd mulatszomozunk, legyen vidám azok legés, minden amazon. Kacagy azon, hogy tesz-e majd testek kupla ráj, most söldönyös manapság a vesztelen király. Mi pártot is csinálhatunk, ne légy szomorú, s az lesz a párt jelszava, hogy hajrá mi ma hú, mi ma hú, hullatom, szívből vitatom, együtt tagolunk, hajnalig maradunk. Ha nem tetszik az valakinek, hogy mi hullatunk, az kapja be az angol színjel, meg mi maradunk, mi ma mi hullatunk, dobták a tűzatunk. És százszor elmondjuk, hogy mi ma hullatom, mi ma mi hullatom, szívből vitatom, együtt tagolom, hajnalig maradom. Ha nem tetszik az valakinek, hogy mi hullatom, az kapja be az angol színját, de mi maradom, mi ma mi hullatom, dolgának a húzatom. És százszor elmondjuk, hogy mi ma hullatom. Édeseim, kedves ugocskáim is, öcsikéim, bizony, nagyon boldog vagyok őszintén, hogy itt lehetek, és hogy ezt megerősítsem egy történettel. Valamikor a Nemzeti Színházban töltöttem néhány esztendőt, és volt ott egy nagyon aranyos, szenzációs, hangszagú karakter színész, úgy hívták, hogy Maklári János, nem téveztem össze Zoltánnal, ők ikertestvérek voltak. Ez a Jani bácsi ilyen hallgatag szófuk a rendben hírében áll, de egyszer nagyon kiborult, nem tudom milyen sérelet érhette. Üvöltött, mint a csakár, és azt mondta, az is hülye, aki színésznek adja a fejét. Ez nem foglalkozás, az ember bemegy a színházba, már a portán megalázzák, fölmegy a színpadra, a rendezőt beletörli a mocskos bakancsát, ez egy pokol. De még mindig jobb, mint otthon. Nekem is mondhatják, hogy mi egyébként, ha már megemlítettem a Maklári Jani bácsit, Zoli bácsival sem feledkezhetem meg, nyilván sokan emlékeznek Maklári Zoltára. Képzeljétek el, 76 éves korában megoperálták prosztatával. Apropó, ki volt ilyen vizsgálatom? Még most is könnyedik a szemem. Nők már nehogy fölrakják a kezüket. Na szóval életemben először elmentem a 50 körül, nagyon jó haverom volt a urológus, ha Istenem, hatalmas ügyei voltak édesek. De szóval jó haverom volt, a Józsi, a sportkorházat volt az urológusa, és hát az első ilyen szűzkeresztségen átestem, a szemem majd kiugrott, mondtam neki, Józsikám, ne arra, hogy ez barra kellemetlen volt. Ez a Péter kéma kellemes lenne, egymásnak csinálni. Szóval jó, felsősen. Figyelmenek benneteket, és nagyon-nagyon fontos, és alapvető dologra jöttem rá, hála a Jóistennek van humorotok, tudnék, a humor az egyik legnagyobb ajándéka a Jóistennek. A humort az embertől félni kell. Azt mondta Peternek Lajos bácsi, hogy akinek humora van, az mindent tud, akinek nincs, az meg mindenre képes. De hát az is igaz, hogy azt is szokták mondani, hogy akinek nincs humora, menjen pszichológushoz, de erre vigyázni kell. Képzeljétek el, hallottam egy esetet. Egy vékony, alacsony kis emberke beállította a pszichológushoz, hát drága doktor úr, könyörgöm, segítsen rajta, mert több mint két éve minden lényel azt álmodom, hogy el kell tolnom egy vonatot Pestről Nyíregyházáig, már nem bírom erőben. Figyeljen ide, felírok magának egy gyógyszer, mondta a pszichológus, vegyen be belőle háromszor két szemet, próbálja azt álmodni, hogy csak szolnoki kell eltolni a vonatot, majd onnél én tovább próbálom. Másnap beállítom egy nyílvékonyabb embereket, a drága doktor, hogy Isten ismer, segítsen már rajtam. Mi a probléma? Az a probléma, drága doktor, már nem merek megülni az ágyba este. Képzelj el, másfél éve, minden éjjel megjelenik az álmomban, négy gyönyörű nő, hogy elégítsen ki őket. Hát már gondolja, másfél emberek letekni. Nyugodjon meg, felírom magának is a gyógyszer, vegyen be belőle háromszor két szemet. Próbálja azt álmodni, hogy csak három hölgyet kell kielégíteni, egyet átveszek. Drága doktor, könyörgöm, megyen át már mindegy. Sajnos nem tehetem. Nekem még el kell tolnom a vonatot, szóval hogy ezt a nyíregyházat. Az az
igazság, hogy a humor már a gyerekkorban. Megszólalt a telefon, 7 éves Pistike felvette, bele suttogott. Halló, tessék? Te vagy az, Pistike? De nem vagyok. Add édesapádat a telefont. Nem tudom édesapám a telefonhoz adni, mert fönn van a padláson 2 tűzoltóval. Jó van, akkor add édesanyádat. Ő is se tudom adni, mert lenn van a pincében 3 rendőrjel. Jó Isten, mi van nálatok? Engem keresnek. Monika hazajön a sülibó, oda megy az apukájához, az édesapám, nézd már, mi történt velem. Megmerebedett az ujja. Mit csinált az ujja? Megmerebedett, megmutatom majd nagyapámnak is. Nagyapám, nézd már meg, megmerebedett az ujja. Mi a nyavajától? Nem tudom. Kémia órán kísérleteztünk, valami rácsöppent az ujjamra, és azóta ilyen merev, azt így áll. Na ide figyelj, kis unokám. Hogy apád ad néged holnap egy 5 literes Demijohn? Bemész a suliba, hozzám már, megjavaszol az anyagból, hogy nem is te látom, vagy kapsz tőlem 100 forintot. Zolika másnap átadta az anyagot, eltett 1 nap, 2 nap, hónap, oda megy a nagyapja, az a nagyfater jól átrászta engem, azt mondja, miért is unokám, mondja, hogy még hoztam neked abból az anyagból, tudom, hogy te merev lett az ujjam, és azt mondtad, hogy majd ad 100 forintot. Ne haragudj, kis unokám, bocsáss meg, édesem, ne haragudj, elfelejtettem. Na nesze, itt van egy 1000-es. 1000 forint. Hát azt mondta, csak 100-at adsz. Többit a nagyanyád küldi. Karika, azért gyorsan elmondom, hogy kis Borha hazament, remegve fázott, nagy úr, fázott, macskát, jöjjön a nagyapám. Ki a nyavajától fázó, kérdi az öreg Borha. Nagyon fázom, 200 kilométert ültem egy motoros bajszán. De hülye gyerek, te hát nem már motoros bajszán, hogy megfalsz. Keresd magadnak egy csinos nőt, ugorj be a bugyiába, találsz, hogy gyerek érdekel. Estére megérkezik kis Borha. Édesapám, nagyon fázom, jó ide, papi, a nyavajától fázol, nem megmondom, hogy mit csinál. Apucikám, azt csináltam, amit te mondtál. Találtam egy csinos nőt, beugrottam a bugyiába, és egy isteni helyen melengedtem magam. Akkor mi a franctól fázol? Negyed órára elaludtam, és megint a motoros bajszán volt. Azon világban, hogy egy fagyosztás különböző korosztály, mondjuk a mi korosztályunk azért már letett valamit a fasztalra. Nem kívánjuk, nem előszakoljuk ki, de manapság egy kicsit változott a világ. Esküszöm. Nekem soha nem ment az édesanyám, vagy az édesapám az, hogy kisfiam, ha ülsz a villamoson, és látod, hogy bejön egy idősebb ember, nehezen jár, hát ez a legminimálisabb, hogy állj föl és add át a helyet. Hát ez manapság most. Különösen, ami ott a telefonban, mindenki belebújik, rámézte, jó Isten, inkább nem állok föl. Na most az történt az 5-ös autóbuszon, én minden történetemet az életből lesem el. 5-ös autóbuszon ültem, mikor is felszállt egy idős úr, bottal a kezébe, és ahogy lépkedett a busz padlóján, kopogott a bottal, és egy ilyen vimasz, kamasz odaszólt neki. Papa, ne kopogja már itt azzal a rohadt bottal, miért nem húz gumit a végére, akkor nem csapta ekkora zaj. De a bácsi ránézett, a kisfiam, húzott volna apád gumit a végére, lenne ülőre. Aztán sok minden megesik, megvizsgálta, főorvos úr, házi orvos megvizsgálta a Jenő bácsit. Az a Jenő bácsi minden rendben van, talán még megmérném a vérnyomását. Doktor úr, drága, múlt héten tetszett megmérni? Igen, és akkor mennyi volt? 5000 forint, de most nincs nálam. Az a Jenő bácsi egyik, hogy minden rendben van, az a nagyjából minden rendben volna, drága, drága doktor úr, de az a helyzet, tetszik tudni, hogy van egy különleges szimptómám nekem. Na mi a fene az? Hát, amikor úgy összebújunk egy kicsit az asszonykámmal, és nem az én gondom, az elsőnél olyan melegem van, hogy szakad róla mögé. A másodiknál, az a második is van, van ám, a másodiknál meg már annyira fázok, hogy elfogy a kezem meg a lábam. Másnap beírja a Doki bácsi a feleségét, szóval kizinénti, tegnap itt volt a kedves férje. Hogy van, ezt nem is értem. Hogy van ez maguknál, azt mondta, hogy az elsőnél melege van, a másik már fázik. Végül, hát persze. Első az júliusban van, a másik meg január.
most egy teszt történetem, azért teszt, nem test, teszt. Hát volt már olyan helység, ahol kijutott a polgármester, hát remélem, hogy nem fordul bele meg, de azért elmondom a történet úgy szól, idős házaspár fekszik az ágyban. Már nagyon idősek, idősebbek, mint ti. Én oda szól a férje, a feleségének, drága kicsi életem, gondolkoztam már itt a dolgon, ugye 57 éves házasok vagyunk. Mondd rá, a kicsi életem, megcsaltál te engemet valaha? Na feleljél, drágám, én ma annyi erőm sincs, hogy megverjelek. Hát elmondom neked a pucikám, drágám, hogy nem akarok én az Úr elé kerülni hazugsággal, csalással, hát bevallom én neked, hogy megcsaltam. Atya, Úristen, megcsaltál, és kivel? Hányszor? Háromszor is megcsaltad a drágám. Te én így ám meghalok, komolyan mondom, hát hogy történt, mikor csaltál meg először? Először akkor csaltalak meg, tudod, amikor építettük a kis házunkat. És azt mondta nekem a kőműves, hogyha lefekszem vele, feliből kihozza. Ja Istenem, akkor te ezt, ami otthonunk értetted. Hát persze. Na és másodszor mikor csaltál meg? Hát akkor, drágám, amikor az a nagy betegség volt rajtad, az kellett az a nyugati gyógyszer, és azt mondta a patikus, megszerzi nekem ingyen, ha lefekszem vele. Akkor te ezt az én életem értetted, drágám. Hát persze, hogy azért. Na de harmadszor mikor csaltál meg? Akkor egyetlenem, akkor csaltalak meg, drágám, amikor tudtam, hogy mennyire szeretné polgármester lenni, és még hiányzik 50 szavaz. Éppen ma egy édes történetet, hogy az iskolában arról volt szó, hogy melyik a harmonikus házastár. És akkor a kis Felike azt mondta, hogy az én nagyapámnak, meg az én drága nagyanyámnak van igazából harmonikus házassága. Ezt hogy érted, kisfiam? Hát úgy, hogy a nagypapa orkul, a nagymama meg süket. Mi harmonikusabb már nem is lehet. No, kérem szépen. Az az igazság, és ez is a életből ellesett történet, nagyon sokan megkeresnek engem különböző kérdésekkel, időnként újságírók is, és egy jó fél év, háromnegyed év, a nők lapjából megkeresnek egy újságíró nő, nem mondok nevet, Vadas Zsuzsa. Mi a véleményem arról, hogyha a hölgyek ilyen szépészeti műtéteket végeztetnek magukon? Megmondtam, őszintén nem szeretem. Mindenki vállalja önmagát, nem kellenek ezek a műcicik, meg egyebek. Sokkal, annál is inkább nem szeretem, mert képzeljétek el, van egy kollega nő, az annyiszor haragta fel az arcát, hogy a szájával kacsint. Na szóval állítólag Kaposváron van egy ilyen nagyon jól működő intézmény, és egy hölgy elment, megkérdezte, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy szedben álljanak a keblei. A főorvos úr elmondta, hogy van egy amerikai szilikon, ami nagyon jó minőségű, de marha drága, van egy bolgár szilikon, azt nem ajánlottam, hogy valami kecskéről vették be. Viszont van egy magyar találmány, nagyon szellemes, nagyon egyszerű, valójában két lufit ültet meg be, oldalt ellátják szerepel, és a hölgy azt akar, hogy szedben álljanak a mellei elég néhány szöget. A hölgy ezt választotta. Nem sokkal a műtét után ment a nagykörúton Pestre, és így marra kíváncsi volt, hogy az új keblek milyen hatása van, hogy a szembe jövő férfiak, és így oda pattant egy kasaserje, azt mondja, hogy uram, nem ismerjük mi egymást valahol. Mire a pasas, dehogy nem, hölgyem, a klinikára létesen. Aztán ez is egy nagyon érdekes dolog, és fontos dolog, hogy egy kis szakmai titkot, hogy eláruljak nektek, soha nem szabad a testi hibája miatt, a származása miatt, soha nem szabad senkit megbántani. Nem lehet ezt színpadra vinni, nem lehet ebből humort csinálni. A mikroszkóp színpad közismerten elég kemény politikai kabaré,
kormánypárti kabaré nincs, csak kormány ellenes, de akármelyik volt hatalma, mindig ellene próbáltuk a humoristáknak, mi is valamit szólni, nevetséges dolgokat. De például, amikor Antal Józsefről kiderült, hogy beteg, minden olyan jelenetet levettek a sasék, ami az Antalról szólt, hát egy beteg ember nem lehet kigondolni, nem lehet vele szórakozni. Én nekem volt egy műsorom Antal Imrében, és ő tanított meg erre, hogy Péterké, nagyon óvatosan kell ilyen vicceket elmondani, így aztán nektek is óvatosan és félre mondom el, hogy egy dadogós fiatalember ment az utcán, egy barátjával, megszólalt a dadogós, Hát a haver már nagyon unta a dolgot, de megint megszólott a dadogós, de nem láttam. Képzeld el, láttam. Akkor mélétiben. Fiatal ember, aki nem az idén barnunk. Ozonuk áldozata. De telefonált az Önök kérték műsorába, és nekik az Önök kértéket, nem? De telefonált. Jó napot kívánok, kérem tisztelettel. Önök kérték műsorra? Az igen. Hát szeretném bejelenteni, ugye bár, hogy találtam egy pénzt. Volt benne 37 ezer euró, volt benne 18 ezer USA dollár, meg 69 ezer jó magyar forint. Igen. És volt benne még kérem egy névkártya, Tóth Sándor, Bajza utca 21. Igen. És mi a probléma? Probléma nincs. Neki küldenék egy dalt. Másik kisebbség sem maradjon ki. Nem hisz. Békés Csabai zsinagógába kiment két adódetektív, két adórendőr. És megkérdezték a rabbit. Szóval mondjam, maga mit csinálnak ezzel a macesz morzsával, a drágcsának? Hát kérem, tisztelettel mondtam rá, kérem, tisztelettel, az a helyzet, amikor ilyen sok macesz morzsa összegyűlik, ugye, az főküldjük Budapestre, ugye, főküldjük Budapestre, és kész macesként visszakapjuk, ugye. Igen, és mit csinálnak a gyertyákkal, az ünnepi gyertyákkal itt a zsinagóga falat, amikor ilyen csokra leégnek a gyertyák, ugye, akkor főküldjük Budapestre mindent, és főküldjük vissza nekünk kész gyertyakét, igen. És mit csinálnak a kis fiút levágott kicsmájával? Azt is összegyűjtjük, főküldjük Budapestre, és most magukat küldjük vissza. Hát kérem szépen, az a helyzet, hogy hát végül is ugye a mikroszkóp színvonalon tanultam a politikai kabarét. Én a világért se szeretnék politizálni, de azért elmondom, Pilis Szent Ivánon van nekem egy nagyon szép kis nyaralóm az erdőben. És mentem egy alkalommal be este a színházba, délután pontosabban, és a szomszéd, nagyon aranyos szomszéd báty, Matyi bácsi azt mondta, hova megy művész úr, megy színházba játszani, mondom, oda megyek játszani. Na várjunk csak, tudja, hogy én nagy galambász vagyok, nekem sok galambom van, mondom, bizony, bizony, ismerem a lenyomatukat. Na de azért egyet azért hagyd mondjak el magának, aztán maga meg mondja el majd ott a közönségnek. Na mondom, mit Matyi bácsi? Hát azt mondta, hogy az én galambjaim olyanok, mint ezek a magyar politikusok. Mondom, ezt hogy tetszik érteni? Hát csak úgy, amíg a földön vannak, a tenyeremből leszegednek. De ahogy fölröpültek, szarnak a fejem. Igaz, hogy a kis Jencike oda megy az ő édesapjához, és azt kérdezi tőle, apcikám drága, mondd már meg nekem, hogy mi ez a magyar politika. Mert valójában a televízióban már nem hallani se színész, se senki, csak hogy ó, politikus, hogy az Orbán, meg a Gyurcsány, meg a Melocsik, meg a Lajos, van egy nesorolda nevüket, mert rosszul ezek. Figyelj, de elmagyarázom, mi ez a magyar politika. Ugye már én keresem a családban a pénzt, tehát én vagyok a tőkés. Az anyát költi el. Ő a kormány. A cselédlányunk az a munkásosztály.
kisfiam, te vagy a jövő, a kisöcséd az meg a nép. Na ezzel lehet mit tagudni. Éjjel felébredt, arra ébredt, hogy a kisöccse becsinált. Rohant a szülők szobájába, ott találta az anyukáját, aki békésen aludt. Berohant a cselédlány szobájába, ott találta az apukáját. Nem aludt. Egyen oda ment és azt mondta, édesapám, én már tudom, hogy mi ez a magyar politika. Na mi ez, kisfiam? Hát csak az, hogy amíg a kormány mélyen alszik, addig a tőkés izégeti a munkásosztályt, jövőre nem törődik senki, nép meg le van szarva. Drága felosztályára, kicsikéknek és húvacskáimnak elmondok még egy mesét. Nézzetek a baba arcomra. Egyszer volt, hol nem volt, ez is igaz. A mesének a lényege az, hogy a jelenlévő hölgyek soha nem fognak megöregedni. Nem csóváljuk a fejünket, nem. Nő nem tud megöregedni. Én ezt 1992 óta tudom. Akkor is én a Józsefvárosi Színházban játszottam, és játszottunk egy nagyon szép darabot, az volt a címe, hogy Forgó színpad. És ebben játszott 14 zseniális idős színésznő, köztük például a Percel Szita, aki csak a meseautóból ismerhetünk a 40-es évekből, őt hazahozták Rómából direkt erre a szerepre. És köztük volt az akkor 84 éves Pártos Erzsike, a világ legédesebb és legjobb színésznője. Színpadra föl volt építve egy magas emelvény, lépcső jobb oldalt, lépcső bal oldalt, Erzsike hol jött le? Középütt. De jó két is fél méter, három méter magasból lezuhant a hátára esett, tényleg azt hittük, hogy vége van. Mivel hozzám esett a legközelebb, én remekbe lehajoltam, megemeltem a kis fejét, kinyitotta a szemeit, rám nézett és azt mondta, itt fekszem egy fél órája Péterkém, és még nem vagy rajtam. Bejött a színházba, nagyon szomorú volt, elkeseredett, de nem tudtam, hogy a fene lehet, hogy ilyen soha nem szokott lenni, mindig mosogott, nevetett, mindenkinek tegezni kellett, hogy oda ment, hogy Erzsikém, mi van veled, hát mitől vagy ilyen szomorú? Jaj, ne is térdez, Péter, én képzeld el, azért nagyon borombákám az emberek, furcsa világot élünk, azért mondom, mi történt? Hát csak az történt, hogy álltam egy kirakat előtt, és néztem a cipőket, egyszer csak valaki egy baromi nagyot rávágott a vállamra, megfordultam, ott állt egy két méter magas férfi, én meg vagyok 1,60, azt rám üvöltött, miért áll elém itt a kirakatnál maga vén kurva, nem látok magát is semmi. Hát mondom, ez tényleg borzasztó, hogy hogy legyen Isten. És te mit mondtál neki Erzsikém? És akkor a 84 éves Pártos Erzsi azt mondta, megfordultam, ránéztem a pasasra, kurvát mondott, uram, maga lát bennem valamit. Legvégül azért még egy dolgot kell mondani. Ugye Kerér Dezsőnek, amikor azt mondták a 60. születésnapján, hogy hát Dezső bácsi, a gyereksének is megvan a maga szépsége, azt mondta, egyet mondjál. Na én mondok egyet. Képzeljétek el, plébános úr azt kérte a gyülekezettől, hogy tegye fel a kezét, aki megbocsájtott már az ellene védkezőnek. Majdnem mindenki két kézzel jelentkezett. Hátul a sarokba ült egy idős hölgy, és az nem tette fel a kezét. Csak a plébános úr hozzáfordult, hogy ne haragudjon, hölgyem, láttam, hogy maga nem rakta fel hátul a kezét. Megmondaná nekem? Maga soha nem gondolt arra, hogy megbocsásson az ellenségeinek? Mire a néni kedves mosolyog az arcán, azt mondta, hogy nekem nincsenek ellenségeim. Hány éves tetszik lenni? 92. Elmondaná többieknek, hogy lehet, hogy ilyen szép kort ért meg, és nincsenek ellenségei? A néni ugyanazon a mosolyjal az ajcán azt mondta. Túléltem a rohadékot. Drága barátaim! Melyik az a kabaré, és melyik az a két figurája a kabarénak, akik nélkül most már több mint 100 éve nincs magyar kabaré? Hát segítség, mindent.
Ha csak is sajnod, Vadnagy László, zseniális humorista, Amerikába ért a további életét, és a legnagyobb amerikai filmeknek volt az ötletadója, keveset tudják, hogy mennyire, és csodálatos, szenzációs darabokat írt még ott kint is. És úgy adott nevet ennek a két figurának, amikor megírta az első Hacsik és Sajó jelenetet, kinyitotta a telefonkönyvet, behúnyta a szemét, ahova odabökött, oda volt írva. Hacsek lapozott néhányat, Sajó. Így lett a Hacsek és Sajó név kitalálva, és amíg a szeszélyes évszakok ment a televízióba, és a drága Antal Imre élt, mi ezzel a Hacsek és Sajóval, ha jól számoltuk a Tomival, 37-szer tértünk elő. Hát akkor most következzék itt Dunatapaj. Egy kis Hacsek és Sajó. Alászolgálja a Sajónak! Alászolgálja! Hol hál' Isten hetek óta kiváltam! Ja, ne is kérdezz! Szilvás váradon voltam, igen, feleségem imádja Szilvás váradon. Az enyémnek a Szilvás gombóchoz, Sajó, hát egyszer össze kéne hozni az asszonyra. Megkérhetném, hogy ne kezdje a hülyeséget mindjárt elején, hagyja a barátságot. Szilvás várod, értse már, várod, az egy helyiség. Hát ott még lehet benne lekvár, ösmeri a gyerek, mert se tenyém a vár. Ilyet a maga volt gyerek? Nem, ekkorának szűnt meg a szóval. Jó nagyobb nézhetem. Én is akkor megfordultam. De hagyja már a maradságait, beszél hülyeséget. Szilvás váradon nagyszerűen lehet ilyen isteni szállodák vannak. A szállodák ráadásul nemzetközi konyhája, uram. Nem mondja. Tudja, mit rendelt a feleségem a múltkor? Nem, de oly kíváncsi vagyok. Kuszkuszt. Ja. Rögtön kettőt? Milyen kettőt maga van? Kuszkusz az egy arab étel, olyan nincs, hogy kusz. Na akkor várjon, Sajó, elmagyarázom, hogy nincs. Az egy kusz, az a kis adag. Kuszkusz, az a nagy adag. Kuszkusz, tűnik fulladás. Hogy fulladnál meg végül? Már tudja, hogy én mit rendem? Nem, de oly kíváncsi vagyok. Kértem, hogy hozzanak nekem egy meleg pitát. Ja. Mit rendem, Sajó? Meleg pitát. Gyakran járnak a nagyságos asszonyai helyen. Én egy jó pitáj elmegyek, gyalog testről látszik. És mit szólt hozzá, kedves feleség? Hogy mit szólt? Magyar ember evés közben nem beszél. A feleségem nekiesett a kuszkusznak, én meg nekiestem a pitának. Én mindig a számban érzem az ízét. Csodálatos. Igen, akkor meséljél. Miért meséljél? Mert lemerem fogadni, maga még nem látott arab pitát. Ilyen ötöse legyen, Sajókám. Milyen ötöse? Arab pita nem voltak. Még hülye? Tessék. Maga nem tudja, hogy mi az a pita. Én ne tudnám, öt gyerekem van, mint más pitától. Mi az, hogy te egyébként, ha tudni akarja, hogy Szilvás Váradon volt két angol arisztokrata hölgy megtérítés. Csináltam is róluk fotót, várjon, megmutatom. Nézze meg. Oh. Na, itt a feleségem mellett ezt az angol arisztokrata hölgyet úgy hívják, hogy Miranda. Hát ami igaz, az igaz. Bár így a maga felesége mellett nem is látszik olyan randának, nézd meg! Hagyja még én a feleségedet, légy hülye! Azt nézze, hogy a két hölgy dedikált alkotó. Ladi Miranda és Ladi Viktória. Az nem Ladi maga barom. Az nem Ladi, nem Lady. Még közben nevet változtam. Ne szórakozzon vele, műveletre hülye! Ladinak írják, de Ladynek mondják. Itt szívokkal, olvasni még azt tudom. Olvasd, de Ladi, légy hülye, az a Ladi. Idegen. Egyébként ne akartam vinni őket múlt vasárnap egy kicsit csónakázni, de nem tudtam. Nem tudtam sajnos, mert a Ladiknak lyukas volt a feneke. Maga ezt nem tudta? Mit? Hát a Ladinnak lyukas a feneke. Honnan tudtam? Másképp kérdezem, nem is sejtette? Nem. Előző nap fölpattantam az egyikre, de akkor még nem volt lyukas. Nem lehet, hogy csak elkerült a figyelmét? Ismerem a Ladikot. Hajulás úr. Rögtön gondoltam, hogy nem anatómiai professzor. Na figyeljen, Sajó, ha legközelebb találkozik egy szőke, kékszemű baronesszel, ne legyen meglepve, az is lukas. Jó? Aszki! Holnap bejött. Ne idegesítsen, véjülje, adjon vége, elegem ma magát. Fogalma nincs a modern, mai világban. Ért, nem ért a művészetnek. Gondoljak? Gondolom. Na tessék. Technikailag meg tök hülye. Technikailag tök. Ezt mondtam. Hagyj kérdezem meg. Tessék. De őszintén. Igen. Hacsik. Van magának faxa? Mi ez az indiszkréció, Sajókám? Azt szeretném tudni, szokott-e faxolni?
Néha napja még jelen. Szép emlékeim vannak. Egyáltalán tudja, mi az a fax? Hogy mondom, szép emlékeim. Látom, megint valami baromságára felé jön a figyelmi. Elmagyarázom magának, hogy hogyan kell faxolni. Jó, majd figyelek. Figyelj, igen. Mindent tudok. Ugye ma itt van, hogy Dunapatajon. Igaz? Igen. Felesége, ő nagysága, meg otthon Pesten, igaz? Eddig jó a történet. Igen. Most tegyük fel, hogy valami sürgős üzenni valója akar. Na jó, de micsoda? De teljesen mindegy, figyelj, bekopogja a számítógép, megnyom egy gombot, és egy másodperc múlva a maga faxa ő nagysága kezében. Ez aztán a technika. Hogy van ez sajóra? Várjunk egy... Na hát, várjunk. Maga azt mondta, hogy én Dunapatajon vagyok, igen, ugye? A feleségem meg Budapesten. Igen. Sajó, az az érzésem maga túlértékelte az én faxom. Tanski! Holnap bejön, sajó. Inkább azt mondja, hol nyaradtak, vagy hova mennek nyaralni az nyaralat az idén. Olyan helyen gyakorlatilag kicsim, olyan helyen, ahol maga a büdösségetben, Spanyolország. Gondos. Hát az csodálatos hely. Az a Madrid, az a Barcelona. De nekem érdekes módon, tudja, hogy mit tetszett a legjobban? Mit tetszett? Sevilla. És akkor mivel jöttek? Hogy, hogy mivel? Most mondja, Sevilla, Szekanály, Szetányé, Pohály. Mondja, hogy spanyolban mindenki sejti? Megöllettem én, ugye, tényleg megszólalkozott. Sevilla az egy város, a maga még nem vagyunk sevillai borbéról. Én csak a magyar utcai bordét ismerem. A feleségem letörni a derekam, ha ilyen helyre jár. De Sevillában nem bordé van, bérbarom, hanem bordé. De miért ezt én megmagyarázom a feleségemnek, az én derekam már le van törve. Ugye én mit csináltam egész nap a spanyol tengerparton? Hogy nagyzol, figyeljük, hogy nagyzol. Tessék, itt most meséljen, mit csinált ott a tengerparton? Egész nap csak windsurfingeltem. Mit csinál? Windsurfing. Akkor jól hallottam. Mondja, sajó, azt idehaza nem lehet? Nem mondja már nekem, hogy olyan hülye, hogy nem tudja, mi az a windsurfing. Mondja, tudnám, csak ez nálunk otthon nem beszélt téma. Látom, megint valami baromságjára fejére. Na figyelj, ide, elmagyarázom magának, hogy hogyan kell windsurfing. Talán most nem kérdezem. Elmondom, jó, akkor figyelek, nagyon figyelek. Először is ugye már. Igen. Rágugolok a deszkára. Rágugol? Igen. Gondolom, csak idegen helyen ilyen fényás. Szóval ott kumpasztok a deszkán, és várom a szelet. Gondolom, nem kell sokat várni. Nézd az attól, na már most, amikor érzem, hogy jön a szél, jó erősen megkapaszkodom. Anyám. Nagyon fontos, hogy jön a szél, nem szabad elengedni. Nem engedi el, sajó! Nem egészséges, hallgasson rá, nem egészséges. De van úgy, hogy nem bírom tartani. Jó, hát ember nem van. Hát persze, akkor sincs nagybaja elengedni. Nincs. Kicsit zsenám, de egyébként sem. Mondja, jó, mit szóltak hozzá a többiek? Mihez? Hogy meg egész nap csak windsurfingelt ott megint. Hogyha mit szóltak? Hát mindenki ezt csinál. Nem. Ha hiszi, ha nem még versenyt. Na nem volt nagyon egyhangú a koszt. Képzelem, mekkora szélvihar vehetett, hogy Spanyolország. Én ne figyeljen maga méreten aluli barom. Most veszem észre, hogy hol járnak be. Hol járnak? Nem szégyeli a pofát. Van kedve itt, kétlenkedni, ugorizálni, gyengülje. Most, amikor megint robbankadnak az egész világon, most szórakozik velem? Ki durrankod? Hogy ki? Az Iran. Kicsoda? Nem mondja már nekem, hogy olyan hülye, hogy nem tudja, mi az Iran. Hogy ne tudnám? Remek szélhajtó. Na ezt hallgassa meg, sajó. Én akartam magának mondani, ha legközelebb indul egy ilyen windsurfing, igyon meg egy jó nagy üveg míra vizet ezt a... De lehet, hogy ez dopingnak számít. Nem írat a szerencsétlen, hanem írat. Írat. Nem szégyelt a gyereket előtte nyomorult. Igen. Mondom, írat. Írat. Írat, ez egy terrorszervezet. Mondom, egy terrorszervezet. Na, elég, ha annyit mondok magának, hogy Belfast. Nekem elég. De ma mintha egy kicsit mostatlan szájú lenne sajó. Már miért? Hát Belfast az egy város. Már meg sem merem kérdezni, mi a testvérváros, a Picunda? Értsd már nektek az ember! Az Iran az egy terrorszervezet. Ugyanolyan terrorszervezet, mint az ETA. Csak az Iran ír, az ETA meg baszja. Mi van az ETA-ban?
Megint jól hallottam. Miért? Maga nem tudta, hogy ez a tavasz? Mindig sejtettem. De Gyuri ember nem szívesen beszél így a Gyuri asszony. De hát az Eta nem egy Gyuri asszony. Miért? Mert néha baszk. Értsd már meg, te szerencsétlen. Ha valaki basz, az azt jelenti, hogy egy kisebbséghez tartozik. Ez olyan, mint a kurd. Kurd! Sajnokám, ha tudni akarja. Én már rég nem ez a kisebbséghez tartozom. Most én. Holnap bejön, sajnokám? Hát engem rögtön megüt a kurd. Azt még megvár. Mint Kákonyiné Máti és Bosznaidné Dr. Rákóczi Rozália. Sajnos ők a fiatalságukra tekintettel
az idei évtől inkább vendégként szeretnének mindig közöttünk lenni, és szeretném nekik az elmúlt bő egy évtized, azaz 13 év munkáját megköszönni egy Csokor Világgal, mivel tudom, hogy fiatalok vagytok így színpadon a helyetek. Hát ha nem ott vagy én, tudom, hogy vártok, hogy még szaladok. És akkor a Luci akár valamit mondani, tessék. Tulajdonképpen nagyon szép volt az a 12 év, és nagyon jó volt minden egyes vacsora. Jók voltak azok a gondok, amivel foglalkozni kellett, hogy milyen műsort hozzunk össze. Kiszerepeljen óvodások, komikusok, vendégzenekar, hartáról, néptáncosok, bátyáról vagy huszodról. És nagyon jó volt együtt lenni azokkal a nyugdíjasokkal, akiknek a nagy részével minden nap találkoztunk az utcán vagy az üzletben. Igazán nagyon, legalábbis számomra rendkívül kellemes esték voltak. És azt hiszem, nem árulok el titkot, hogy a legelső vacsora készítésnél még magunk göngyölgettük a töltött káposztát, ott volt Szibi néni, ott volt Bekes Évi néni, igazán vidám társaság jött össze. És köszönöm nektek, akik már több egyszer vagytok itt, vagy akik még egyszer se voltak, vagy most vannak először, hogy egyáltalán eljöttetek, és szemmel láthatóan mindenki jól érzi magát. És úgy érzem, hogy én ezt Márta nevében is elmondhatom, mert én vagyok az, aki előrelép, aki a porondon, a reflektorfényben szerepel, a Márta viszont a háttérben legalább ugyanannyit húz, mert amikor megkaptuk ezt a 150-200 vagy esetenként 900 nevet tartalmazó névsort, akkor Márta volt az, aki mindig legalább a 90%-ról meg tudta mondani, hogy ki kicsoda és hol lakik. Köszönjük nektek a részvételt, nagyon jó volt ez a 12 év. Köszönöm. És ma már nincs más hátra, mint a mulatás és a vacsora. Szeretettel köszöntjük a Dunapatai Repeta Zenekar Szabó Zoltán vezetésével. Ők a majálisra innen akarnak kimenni majd 49 óra felé, tehát tessék rajtuk segíteni. A Dunapatai Szabó László. És a billentyűknél Lázár János. Ja, akarom mondani, Lázár Ferenc annyit még nem tud, de igyekezni fog mindennek eleget tenni. És hozzuk a vacsorát.